Már többször éreztem azt különböző helyeken, hogy olyan, mintha egy kiállító teremben lennék. Van olyan, amikor ez egy nem túl jó érzés, és van, amikor bensőséges és kellemes. Itt most eléggé rendben van, de nyilván nem ok nélkül. Mert bútorműhely üzemel az alaksorban, az emeleten pedig a bemutató szobák, amiket természetesen ki is lehet venni. Na így már egész kerek, nem igaz? Ma majdnem Magyarország közepén vagyunk. Ja tényleg, majdnem. Majdnem, mert Pusztavacson van. Közben sétálunk egy picit? Pusztavacson van tulajdonképpen az ország közepe. Mi tőlünk 6 kilométerre van. Egyébként pedig Budapesttől 55 kilométerre vagyunk, Kecskeméttől 45 kilométerre, Cegléttől 22 kilométerre. Hűha! Na, akkor ezt most már tisztáztuk is. És a település neve? Település neve Dán Szent Miklós. No, és ami itt van előttünk, ez pedig? Ez pedig a Hotel Botanica. Na, pontos kilométereket már tudjuk, és azt is, hogy Hotel Botanica. Gyönyörű ősfák veszik körül az épületet. Ezek osztrák fenyők 150-200 évesek, illetve tölgyek szintén körülbelül 200 évesek. A mögöttünk lévő kastély, plusz kastély. Mármint úgy a mögöttünk, ugye? Igen, az épületünk mögött lévő kastélynak a tulajdonosa az, aki telepítette ezeket a fákat. 1898-ban építették a kastélyt, ismeretlen az építtetője, nem tudjuk, hogy ki volt. 1917-től tudjuk követni a történetét, amikor dr. Plósz Béla, állatorvos sebész professzor megvásárolta a kastélyt, és akkor onnan ő egy virágzó gazdaságot épített itt ezen a környéken. Itt a kastély körül különböző épületek, cselédházak és a majorságnak különböző épületei voltak találhatók, amit ő egészen 1945-ig fejlesztett, akkor államosították a területet, és egy állami gazdaság vette birtokába a kastélyt magát, illetve az egész majorságot, és jóval később aztán a 70-es években építették meg ezt az épületet, ami a Hotel Botanica épülete ma, és ennek a funkciója először étterem, kultúrház, hozzácsatlakozó konyha volt, és aztán később pedig, amikor erre nem volt szüksége az állami gazdaságnak, akkor átalakították, és csokoládé üzem lett belőle, és a Tibi csokoládénak volt a gyártóhelye. Ez itt, igen. Igen. Ma és már után... azt hiszem nincsen Tibi csokoládé. Én is úgy tudom, hogy mintha már nem lenne. Meg kell, hogy kövessük a Tibi csokit. Nyilván nem vagyunk édesszájúak, csak ezért tévedhettünk ekkorát. Mert bizony vannak, virulnak, és nem csak a gyerekeknek szól. No de, most, hogy ezt is tisztáztuk, robogunk tovább az időben. És utána még volt és valami? És utána még volt egy gyorsfagyasztott tésztaüzem is. De közben már tulajdonosváltás történt. Visszavásárolta az állami gazdaságtól a Plósz Béla unokája, és az ő férje, Plósz Anikó és Pataki Barnabás visszavásárolták a kastélyt, illetve a területnek ezt a részét is, ahol most állunk. De akkor ez 90-es évek eleje, amikor megtörténik a visszavásárlás? Igen, hát a rendszerváltáskor, privatizációs időszakban. Igen, akkor nyílt erre lehetőség, és akkor ők ezt visszavásárolták. És akkor lakták, és lakták, igen. Először felújították, mert nem volt túl jó állapotban, és egy melléképületben laktak, ami szintén az övék volt. Ők gazdaháznak nevezték azt, és aztán felújították szépen a kastélyt, és beköltöztek a kastélyba. Aztán jöttek Ágnesék. A 2000-ben először kibérelte a cégünk. De akkor már erről beszélünk, ugye? Erről az épületről beszélünk, okay. Igen, ezt az épületet, illetve hát ezt a területet, a melléképületet, ezt a részt, és 2003-ban pedig megvásároltuk tőlük azzal a céllal, hogy itt egy asztalos műhelyt létesítsünk. Jó, de akkor még gondolati szinten sem volt a hotel. Nem, vagy a nem, egyáltalán nem, semmi, nem volt semmi, semmi. Hogy akkor itt egy igen, műhely. Egy egészen más vállalkozás zajlott akkor. A bútor manufaktúra vagy üzem a két templom névre hallgat. Igazából a botanikának is ez a kiinduló pontja.
1996-ban alapítottam a cégemet, és mi viaszolt fenyőbútorok felújításával, restaurálásával foglalkozott ez a cég, illetve ehhez kapcsolódó kiegészítők, kézműves és ajándéktárgyak, iparművészeti tárgyaknak a forgalmazásával. Kecskeméten volt az első üzletünk, és ezeknek a bútoroknak a restaurálására és új bútorok gyártására volt szükség egy helyre, és ez a hely így kézenfekvő volt, és akkor tulajdonképpen itt egy nagyon jól működő asztalos műhely volt, mert nagy divatja volt akkor ennek a főként méviaszolt fenyőbútornak. Majd teltek múltak az idő, kicsit lecsengett a méviaszolt bútorok kereslete, na meg ugye emlékszünk 2008-ra. Szóval így gondolkodni kellett, hogy hogyan lehetne az épületet jobban kihasználni. És azt hiszem, ez bőven sikerült. Menjünk is be. A minden. És akkor mióta? Mióta üzemel? Mióta létezik? Másfél éve nyitott meg a hotel. 16? 15? 15. 15. Ez a fogadó? Amikor megnyitottunk, ez a recepciós tér, fogadó tér, ide érkeznek meg a vendégek, bevárják egymást. Igen, igen. Kis levendula. Ez tulajdonképpen egy holland kályha. Uh-huh. Egy konyhabútorral sikerült elcserélnem egyébként az a története, hogy annyira tetszett egyik megrendelőnknél, hogy sikerült egy konyhabútorral elcserélni. Ez cserekereskedelem még 2010-ben még mindig működik, ez igen. Nagyon jó. Az, amit itt látok, igen. Ez itt mind saját Nem saját termék, vagy? Nem saját termék, saját termékek, például saját produktumok, a kanapék, a dohányzóasztal, a könyves szekrények, uh-huh. saját produktumok, a recepciós pult természetesen és a mögötte lévő. Jó, akkor van bőven saját termék. Van bőven, termék. De egyébként pedig minden a két templom galéria által forgalmazott termék. Tehát az indiai importok, felismerhetően indiai néhány uh-huh. darab, ugye kicsit egzotikus. Ezek a fotelok, ezek pedig francia importok. De akkor ez, és lehet, hogy csúnyán fogok fogalmazni, mert nyilván laikusként próbálom ezt megfogalmazni, ez egy bemutató hotel, ez egy butik hotel, vagy ez hogy lehet szépen mondani, igen, ennek igen. mi a megnevezése? Tulajdonképpen az is volt a célja a létrehozásának, az egyik célja a létrehozásának, hogy úgy tudjuk bemutatni a bútorainkat, hogy élően használatban tudjuk bemutatni, és ez valójában működik is, tehát nem egy példát tudnék már mondani, hogy érkezett ide egy vendég, és azonnal extatikusan körbe fényképezte a reggelizőt és a szobáját, és küldte a feleségének a fotókat, és megrendelés lett belőle. Minden szoba tulajdonképpen más-más stílusú, amit majd Ágota be fog mutatni egyébként. Van méviaszolt fenyő bútorú szoba, van festett, van egy kicsit kastély hangulatú, ezt úgy is hívjuk, hogy a kastély szárny, ami a kastély uh-huh. fele irányul. Ott elegánsabb szobák vannak, az utcai szárnyban pedig kicsit egyszerűbb szobák vannak, uh-huh. vagy vannak nagyon régi, nagyon szép, mint ebben a térben is van. Régi ilyen pajta ajtók, vagy pince ajtók, ott van. Ott a műhely kijárata. Igen. Abból készült ágyvég van például ezen a szárnyon, tehát ott több ilyen újrahasznosított dolog van, mert az is egy nagyon fontos célunk, hogy próbáljunk régi bútorokat felújítani, illetve újrahasznosítani bontott alapanyagokat, vagy olyanokat, amik másoknak készíteni. Hulladéknak minősülnek, abból még valamit készíteni, azt még valamilyen módon hasznosítani. Az ötletek, a stílus, a kivitelezés nagy részben Ágnes dicsérik. Ágnes stílusát és kitartását. A kitartásra pedig itt egy remek példa. Itt van például a lépcsőkorlát. Azt én körülbelül 15 éve vásároltam az egyes elemeit ennek a lépcsőkorlátnak. Ezeket az öntött vas elemeket, elemeket bontásból, ez egy hulladék volt, és hát nagyon minimális összegért sikerül az ilyeneket megvásárolni, és akkor 15 év vagy 13 év után nyerte el a funkcióját. Tehát, igen, és itt tehát, van.
Ágnest picit most elhagyjuk, de ígérem, még visszatér, mert megmutatja majd a műhelyt. De előtte felsétálunk az emeletre Ágotával. Végre jöhetnek a szobák. Most felmegyünk az emeletre, ott aha, találhatóak a szobáink, illetve egy kis közös konyha, ami a reggelizőnk. Uh-huh. Jó, hogy akkor ez itt? Itt is egyébként minden saját készítési bútor, itt készült a helyszínen a műhelyünkben. Az egész épület egyébként két szárnyból áll, mm, és a két-két folyosón helyezkednek el a szobáink. Mindegyik folyosón 4-4 szoba található. Ezen a folyosón egy picivel egyszerűbb szobák találhatóak, amiket tudunk variálni, tehát nem fix francia ágyak vannak, hanem lehet egy ágyas, két ágyas, három ágyas szobáka is. Ki, hogy akar éppen igen, tehát akár családoknak is, vagy céges csapatépítőknél ugye jobban szeretik, hogy vagy külön ágyba, általában azt választják, hogy külön ágyba aludnának. Illetve ezen a folyosón található meg egy kétszemélyes infraszauna is, ahol, amit szintén korlátlanul tudnak használni a vendégeink. Ott most tesztellek. Igen, a platán szobánk található. Található még a gesztenye szobánk, amiben egy kis konyha is található, illetve a ginkó és a galagonya szobánk, ami szintén egy kis főzőfülkével rendelkezik. Tehát ott három ilyen apartmanosított szoba is van, ahol gyakorlatilag ott is van saját főzésre, esetleg teha, kávéfőzésre lehetőség. Oké, és arra pedig? Arra pedig szintén négy szobánk található, a füge és a szantál szobánk, ezek méretben ezek a legkisebb szobáink, illetve két nagyobb szoba, a mandula és a cédrus szobánk, ahol kád is megtalálható ebben a két szobában, tehát ez már egy lakosztály értékű szoba. Jó, és ugye akkor az elnevezés, nyilván? Az elnevezés, igen, fa, minden fáról van elnevezve, ez egyébként azért, hogy kapcsolódjon kicsit a nevünkhöz, mint a botanikához, illetve hát fával dolgozunk, úgyhogy ez így adta magát. A bútorgyártáshoz ez a gondolom. Folyosókon pedig gyógynövénygyűjtemények találhatóak, ezeket Magyarország különböző területéről gyűjtöttük össze, és préselve vannak, és így dekorációként szolgál. És akkor az első szobánk és megérkeztünk a szantál szobába, igen. Ez egy kétszemélyes francia ágyas szoba. Egy kicsit ilyen törekedtünk arra, hogy hideg színeket látunk, de mégis nagyon otthonos, hogyha belépünk. Tehát az indiai kicsit ilyen egzotikus hangulat uralja a szobát. Hát igen, ugye a kép alapján. A képeken, igen, és ez az ágyvég is egyébként, és a komód is az Indiából származik. Mert hogy ebből területileg onnan igen, érkezett igen, ide Magyarországra? Ez a, igen. Ez a mi? Ez egy mi? Ez egy indiai padló volt gyakorlatilag, aha, és csak a keretet kapta ja, tőlünk engem, gyakorlatilag. Igen, igen. Igen. Ez padló volt funkciójában. Igen, igen. Csak az is india? És a komód is indiai. És akkor itt van egy fürdő. Igen, ez egy zuhanyzós fürdő. Uh-huh. Csak bekukucskálok. Igen, és még annyi az érdekesség, hogy minden fürdőszobánkban másféle cementlap található. Az a szekrény egyébként egy erdélyi faragott szekrény, tehát az mondjuk nem indiai. Uh-huh. És még törekedtünk arra, hogy szálloda minőséget próbáljunk nyújtani itt a vendégeknek, ezért kínálunk sampontus fürdő, testápolókat, és a matracra is nagyon figyeltünk, illetve ügyeltünk az ágymatracok kiválasztására, hogy nagyon kényelmesek legyenek, úgyhogy ezt a vendégeink nagyon szeretik. Van egy másik szobánk, ez a legnagyobb szobánk. Akkor az már lakosztály. Igen, mi ezt király lakosztálynak is hívjuk, illetve esküvők esetén gyakran a jegyes pár választja ezt a szobát. Aha. A hangulata is ugye meghatározza ezt a királyi, kicsit ilyen főúri kényelmet sugároz. És igen, sugároz, igen. Igen, és itt az anyaghasználatnál is törekedtünk arra, hogy bársonyból vannak kárpitozva, tehát ilyen különleges darabok, és egyébként majdnem mindegyik szobánkat egy lakberendezési munkánk inspirálja. Ezt a szobánkat például Mádon a Rákóczi kastély
berendezése így lette. Ott is megtalálhatóak ezek a bútorok, amiket szintén mi készítettünk. És akkor ugye ott volt az India vonal, akkor ez itt lehet, itt, ez akkor a királyi ez vonal? Ez inkább, igen, ez így megállja a helyét, egy kicsit ez a kastély hangulat. És akkor ezek is itt készültek? A kárpitozást is mi készítettük, és egyébként ez a szoba még arról is, vagy azért is érdekes, mert ha kinézünk az ablakon, akkor itt van mögöttünk a plusz kastély, tehát az is adja magát, hogy tényleg, hogy a kilátás is ezt a kastély hangulatot visszahozza. Illetve még a fürdőszobája is egy nagyon érdekes, nagyon szeretik a vendégek. Itt egy térbeállított kád adja meg a hangulatot, és mindenféle kiegészítő is. Az egyébként egy gyógytea, tehát hogy aki szeret itt fürdőt, kádban fürdeni és elfogyasztani előtte vagy közben akár egy teát, akkor ezt is lehet. Ez pedig egy kézzel festett paraván. Jó, nagy kád. Jó, ez akkor a fő itt úri ugyanúgy zuhanyzó is található, tehát igazából a vendégek választhatnak, hogy melyiket szeretnék használni. A szobák után jöhetnek is a lehetőségek itt házon belül. Itt a Hotel Botanikában, ebben a rendezvényteremben, ahol most vagyunk, leginkább csapatépítők, illetve főként esküvők vannak, illetve vannak még ezen kívül családi rendezvények, de ami leginkább fontos ebből az az esküvő. 70 fő befogadására alkalmas ez a hely, illetve csapatépítés esetén 20 főre nyilván itt a szállás lehetőségek adottak. Mm. 70 főt kényelmesen el tudunk helyezni itt az esküvőkkel kapcsolatban. Aki kifejezetten country stílusban szeretné megálmodni, megvalósítani az esküvőjét, az keres meg minket. Itt lehetőség van igazából a műhely, a bútor műhely adottságai miatt, a rendkívül sok bútor miatt, teljesen vegyes bútorozottságban, illetve teljesen egyformában ugyanúgy megvalósítani, de mindenképpen gyönyörű bútorokkal, gyönyörű környezetben. Ugyanúgy itt bent is, és kint is. Mindenként tudok válogatni a bútorok között, hogy én azt szeretném, hogy akkor ez az asztal, meg ilyen székek, vagy ilyen szinten... Ilyen szinten is van rá lehetőség. Nyilván az asztalok egy más kérdés. Tehát az asztal általában egyforma szokott lenni, de van olyan kérdés, hogy valaki azt mondja, hogy ő azt álmodta meg, hogy csak különböző székek vannak. Ez azért megoldható, de nehézkes. Jó, igen, más színek. Nagyjából lehetséges az, hogy össze-vissza vannak a székek, és nem egyformák. Nagyon jól variálható. Igazából minden igényt ki tudunk elégíteni azzal, hogy akár itt fönt, ezen az emelvényen, a színpadon meg tud történni a házasságkötés, akár lent, akár a zenekar itt tud fönt lenni. Tehát teljesen variálható a tér, teljesen variálható minden. Catering? Azt is intézitek a mondjuk esküvőt? Természetesen. Itt igazából teljes mértékben személyre szabottan történik az, amit igazából az ifjú pár szeretne, vagy a cég szeretne ilyen szempontból, tehát teljesen alkalmazkodunk az ő igényeikhez. Nincsen megkötött étlap azzal kapcsolatban, tehát teljes mértékben, amit ők szeretnének, ételital tekintetében ez teljesen szabadon. Kéred és megadatik. Jó, de gyönyörű. Jó, de van egy külső rész? Így van. Azt is megnézzük! Itt van a terasz, hogyha valaki azt érzi, hogy természetközelben, egyébként a fővároshoz nagyon közel, tehát 50 kilométerre vagyunk csupán, de természetben, egy intim környezetben, ősvás környezetben szeretné tartani az esküvőjét, itt szeretné kimondani a boldogító igent, akkor el tud jönni ide. És itt ezen a hatalmas teraszon, ahol igazából mind a 70 fő, amit bent is említettem, elfér. Hát hely az van? Igen, van. Ugye, hely bőven van. Ígértem a műhelyt, hogy belessünk mégiscsak, hogy hol és hogyan készülnek ezek a bútorok, és miért is mondogattuk végig, hogy manufaktúra, vagy hogy ez azért itt egy kicsit más. Beérkezik ide az alapanyag. Így van, ugye, hogy nullától. Így van, nulláról, ott láthatjátok, olyan szálakba érkezik be az anyag, illetve fatáblákba, és abból készülnek a különböző ilyen kézzel készített egyedi bútorok, ez abból különbözik a tömeggyártástól, ugye, hogy itt mi mindent általában kézzel csinálunk, tehát nincsenek gépsorok. De ez ugye most ezen dolgozom, igen, ami most egy... Így van, ami egy előszoba szekrény, ez egy beépített bútor lesz, majd ház három részes, és van egy alja, ugye, van egy középső része, ami majd egy falburkolat lesz, amire majd fogosok fognak kerülni, ugye, hogy a
vevő majd igényli a helyszínen, és ez pedig a felső része, ez még annak a tetejére fog rámenni. Most éppen a betéteket csinálom hozzá. Mutasd már egy, nem tudom, egy ilyet kérlek. Hát, hogy... ez még megmunkálatlan, illetve le van morva, de ezen még rengeteget kell csiszolni. Ez de, összes aha, kis jó, mintát jó, rajta mindent meg kell szépen kézzel. Jó, de ezt mind-mind te egyesével nekiugrasz, ugye, hogy ezt mindegyik kell. Külön kis mintát egyesével kézzel kell kicsiszolni, legalábbis mi így csináljuk. Jó, akkor ez a manufaktúra így, jelleg. Ebbe különbözik, ez a... hogy itt, igen, itt kézzel megfogunk mindent, nem úgy működik, hogy berakjuk a gépbe, és akkor kijön a késztermék. Igen, és viszlát, akkor vége. Megyünk tovább egy másik részlegbe. Kicsit beszélgetünk faápolásról, csiszolásról és nyilván olyan dolgokról, amiket én speciál nem nagyon ismerek. De nem is gondolom, hogy ez feltétlen baj lenne. És pont amikor kezdünk belemerülni a részletekbe... Itt van a Misi kollégám kezébe acélgyapot, és acélgyapottal juttatjuk be a... Csak ez nem karcol legalább, gondolom. Hát vagy. Ez most egy egyes gyapot. Misinek nem sikerült egy nullás gyapot idehozni, az egyes gyapot, ez kicsit leszedi a viaszt, de azért ezzel így lehet fényezni. Kicsit leszedi róla a viaszt, ez nem is megfelelő volt itt a csiszolás, vagy a fényezése, tehát ezen még lehet fényezni, ez még nem 100%-osan befejezett. Milyen jó, hogy bejöttünk ki, de még derülnek ki. Igen, be kell szerezni a nullás acélgyapotot, és ezt a darabot még fényezni kell, igen. Tehát ezzel az acélgyapottal dolgozunk. Akkor szigor van, azt jól gondolom? Vagy precizitás? Az, hogy minőségi darabokat adjunk ki a kezünkből, ahhoz azért meg kell követelni azt, hogy ez jó minőségben készüljön. Jó, persze. Rend a lelke mindennek, ugye? Még én is kiúsztam magam. A legelején a műsornak említette Ágnes, hogy majdnem az ország közepén vagyunk. Ma majdnem Magyarország közepén vagyunk. Hát most akkor megmutatom a tényleges közepét. Az ország közepe Pusztavacstól 1 kilométerre keresendő. 2004 óta ez a felújított jeltorony áll itt, ez pedig Magyarország mértani közepe.